Ezáltal is szeretettel üdvözlök mindenkit, és hát pirulni kényszerülök, mert hogy éppen, hogy csak elkezdtük volna az Amerikáról szóló minisorozatunkat, és már is meg kell szakítani, de azt hiszem, hogy azért nem teljesen érdektelen az, és mindenképpen visszatérünk, szóval nem teljesen érdektelen az, ami miatt most megszakítjuk, és ez a vétó. Hát nyilván címnek mindenféleképpen ez kívánkozik, vétó vagy jogállam védelmi hatóság, jog AVH. Egyszer már érintettük ezt a kérdést, akkor jog AVH 2.0, de most azért kellene mindenféleképpen visszatérni ide, mert ebből a helyzetből, ami most kialakulni látszik, nem az Európai Unió, vagy nem csak az Európai Unió, hisz arról csak 92 óta beszélhetünk, hanem az egész európai integráció egyik legdrámaibb helyzete állhat elő. És ez a drámai helyzet két irányba ágazik el, hát mint minden nagy dráma az ember történetében, vagy egy progresszív tanulással, vagy konstruktív tanulással szembesülünk azzal, hogy hát igen, szóval jobb, emberségesebb irányba kell fordítani a dolgainkat, vagy egy destruktív tanulással, annál rosszabb a tényeknek felkiáltással szétverjük még a maradékát is annak, ami az európai integrációból maradt. Többször érintettük az európai integráció kérdését, bár azt hiszem, hogy bőven megérdemelne, ez is egy mondjuk három részből álló minisorozat, lehet, hogy Amerika után, már csak azért is, mert Európában is érdekes helyzet érkezik. Tehát, hogy Amerika után, amit hát megpróbálok majd plusz három részvel sűríteni, és akkor utána talán érdemes három részt az Európai Uniónak, illetve hát általánosabb áttekintésben, történelmi áttekintésben az európai integrációnak szentelni, hiszen csak 28 éve nevezi magát Európai Uniónak, de hát maga az integráció már több mint 60 éve létezik, 62-63 éve, amikor, illetve hát a római szerződés 63 éves lesz most decemberben, de ha a szén és acél közösséget is nézzük, akkor meg inkább már lassan 70 évről kell beszélni, és az, ami most történülőben van, az elmúlt 50-60-70 év legnagyobb drámájának ígérkezik. És persze megint azzal kell szembesülni, hogy ha a felszín felől közelítünk, tehát a jelenségek felől közelítünk, akkor biztos, hogy ezek a jelenségek olyan rafináltan vannak összerakva, mi több még az őket törvényben tartó erők is annyira precízen kiszámítottak. Látszólag káosz, de azért nagyon jól ki van azt számítva, hogy szinte kizárt dolog, hogy a jelenségek felől, tehát a felszín felől közelítve el tudunk jutni ahhoz a hőn áhított lényekhez, ami abban segíthet minket, legalábbis ezt reméljük, hogy jobban megértjük a folyamatokat, a jelenségek örvényléseit is mozgató erőket, és ha ezeket megértettük, akkor inkább tudjuk ellenőrzésünk alá vonni azt a titokzatos dolgot. Mindig erről beszélünk, amit jövőnek szoktunk nevezni, ami van is, meg nincs is, mert hát van, kell, hogy legyen, de hát még sincs, mert teljes egészében soha nem fogjuk megtudni előre, hogy mi is fog történni, aminek alapvető oka az, hogy a valóság még annál is sokkal komplexebb, mint amilyennek egyébként szoktuk gondolni, és ilyen kvázi végtelen mennyiségű elem, végtelen mennyiségű lehetséges interakciójából adódik ez a elméletileg is meglévő kiszámíthatatlanság. Na de akkor térjünk vissza arra a kérdésre, hogy tehát Magyarország és Lengyelország megvétózta, nem újdonság, mert hónapok óta lehet ezt tudni, júliusban volt egy egyesség,
egy kompromisszumos egyesség egyébként az Európai Unió legfőbb hát döntéshozó testületében, ez az Európai Tanács, vagyis lényegében a kormányfőknek az együttese, az egyes tagországok végrehajtó hatalmi vezetőinek az együttese, és az ott született egy kompromisszumos döntés. Ennek a kompromisszumos döntésnek az volt a lényege, hogy abba a most kettős szerkezetű támogatási rendszerbe, amelynek az egyik ága a szokásos 7 éves költségvetés, ez körülbelül 7 évre valamivel több, mint 1000 milliárd euró, és hát az az új konstrukció, amiben 750 milliárd eurót közösen felvenne az Európai Unió, azzal a felkiáltással, hogy mivel az Európai Unió elsőrendű adós, most is, meg hát igen, várhatóan a jövőben is, ha csak, hát majd meglátjuk, ahogy mondtam, kritikus elágazási ponthoz érkezett az integráció, de tételezzük fel, hogy hosszú távon is szinte nulla kamatot kell fizetni, tehát ingyen van ez a pénz, persze vissza kell fizetni, mert ez hitel, de ebben a rendkívüli helyzetben ez is jól jön, és ugye erről született egy kompromisszumos döntés, ami természetesen a Magyarország is elfogadott. Itt mindjárt meg kell állnunk egy pillanatra, mert hajlamosak lehetnénk jóhiszeműen azt gondolni, hogy az Európai Unióban is úgy van az, hogy az Európai Bizottság a kormány, a végrehajtó hatalom, és az Európai Parlament a törvényhozás. Ennek következtében hajlamos vagyunk azt hinni, hogy az Európai Parlament ugyanolyan jelentőségű testület, mint az egyes nemzetek, tagországok esetében a parlament, de erről szó sincs. A törvényhozás, tehát ami az egyes tagállamokban a parlament, a törvényhozó, a törvényalkotó hatalom, az az Európai Unióban egyáltalán nem az Európa, félrevezető a név, nem az Európai Parlament, hanem ez a bizonyos Európai Tanács, tehát a miniszterelnökök, vagy a végrehajtó hatalom, mert ugye ez lehet elnök is Franciaország esetében az elnök, de az a lényeg, hogy a végrehajtó hatalom legmagasabb szintű vezetőiből, a tagországok végrehajtó hatalmainak legnagyobb, legmagasabb szintű vezetőiből álló testület, vagyis az Európai Tanács, az hozza a törvényeket méghozzá hát konszenzusos alapon. És ez teljesen érthető is, mert nyilván a legfontosabb kérdésekben teljes egyességre van szükség ahhoz, hogy az integráció valóban az legyen, egyes nemzetállamok szabad akaraton nyugvó közös döntéshozási mechanizmusa. Tehát igen, semmi különös nincs abban, hogy addig kell vitatkozni, amíg nincs valamilyen kompromisszum. Miért volna ez baj? Nem értelmezhető az, hogy többségi szavazás a legalapvetőbb kérdésekben, mert hiszen ez nem egy állam, tehát nem Európai Egyesült Államokról van szó. Ha netán létrejönne az Európai Egyesült Államok, az egy más kérdés. Ott természetesen, mint ahogy az nemzeti parlamentekben is van többségi szavazás, akkor lehetne, csak hogy ez nem Egyesült Államok, hanem egyes tagállamok, szuverén tagállamok, ha úgy tetszik, egy olyan klubja, ahol vagy közösen hoznak döntéseket, kompromisszumos, vagy nem születik döntés. Ilyen egyszerű. Csak ugye félrevezető a dolog felszíne, és azért lehet azt gondolni, hogy igen, az Európai Parlament, hát mégiscsak az a... Nem, az Európai Parlament egy tisztesség nélkül szóval sóhivatal, tehát egy beszélgető klubként hozták létre annak idején, azért, hogy a fontos kérdésekről zajló kifejezetten beszélgető klubként hozták létre, annak érdekében, hogy a nyilvánosság az ott zajló, hosszan elnyúló, tetszőlegesen elnyúló viták során a fontos kérdésekről azon keresztül szerezzen információkat. Tehát lássa, hogy körülbelül milyen vélemények formálódnak, de kezdetben ennek a vitafórumnak semmiféle jogosítványa nem volt arra,
hogy az Európai Unió, illetve hát az európai integráció alapvető kérdéseibe egyáltalán beleszóljon. Az egy más kérdés, hogy szép lassan és sok esetben fondorlatos módon, na persze nyilván nem az Európai Parlament, hanem bizonyos erők arra felé tolták a folyamatokat, hogy úgy szép lassan úgy tűnjön fel, hogy az Európai Parlament az egy rendkívül fontosságú, pedig szó sincs róla. A törvényhozó hatalom az az Európai Tanács, tehát a végrehajtó hatalom vezetőinek, többnyire miniszterelnöknek, az egyesített szerveződése, és aztán persze ezt hajtja végre az Európai Bizottság. Ami most ténylegesen történik, az nem más, mint az, hogy az Európai Parlamentet sikeresen tették egy olyan és egyre nagyobb hatalommal rendelkező szerveződésé, amely szócsövévé vált egy pusztító energiának. Hogy mi is ez a pusztító energia? Ezt talán úgy lehetne ábrázolni, hogy a hatalmat gyakorlók végig a történelem során, hát nyilván nagyon sajnálták azt, vagy most ne a szakrális birodalmakról beszéljünk, hanem mondjuk az elmúlt néhány száz év deszakrális modernizációjáról, a deszakrális modern nyugatról. Tehát a hatalomgyakorlók mindig sajnálták azt, hogy hát sajnos rengeteg energiát visz el az, hogyha legitimitás, tehát békés elfogadását akarjuk a hatalomgyakorlásunknak, tehát az indokoltságát akarjuk fenntartani, elfogadottságát, hát akkor bizonyos engedményeket kell tenni, tehát akkor a valóságot olyanná kell tenni, hogy úgy többé-kevésbé tessen azoknak, akiktől, az alávetettektől, akiktől várjuk ezt a megerősítést. Az elmúlt néhány évtizedben azonban gyökeres változás, hihetetlen, ma még nem is tudjuk felfogni, hogy milyen drámai változás megy végbe ezen a téren, mert eddig tehát minden hatalomnak nagyon macerás volt a hatalomgyakorlás, mert vagy brutális véres erőszakkal kormányzott, csak az optikailag se veszi jól ki magát, meg költséges. Minden ellenkező híreszteléssel szemben rendkívül költséges magának a véres erőszaknak a fenntartása is. Ráadásul véres erőszakkal hát nem lesznek igazán jól motiváltak az emberek. Tehát kicsi a teljesítmény. Kicsi a teljesítmény, nagy a fajlagos költség, tehát fucs. Szóval nem, ezért dőlnek össze viszonylag gyorsan a nyílt diktatúrák. Viszont hát a valósággal azért foglalkozni kellett, és ez mégiscsak energiákat vitt el a hatalomgyakorlók részéről, de megszületett a hihetetlen innovatív megoldás, nevezetesen az, hogy a gigantikus globális médiagépezetekkel tetszőleges, mesterséges valóságokat lehet legyártani. És innentől kezdve teljesen érdektelen, hogy milyen a valóság, az alávetettek úgyse a valósággal találkoznak, hanem azokkal az abszolút testre szabott, especially for you, testre szabott mesterséges valóságokkal, amelyekre csak lelkendezni tűnök, hogy Istenem, de jó, nagyszerű. És az, hogy a valóságos valóság milyen, az innentől kezdve teljesen érdektelenné válik. Tehát ezt az egész drámát, ami most a vétó kapcsán az Európai Unióban nyilvánvalóvá válik, hát eddig is létezett természetesen, csak most ma meglátjuk, hogy mekkora erővel, de a felszínre törni látszik, felszínre tört most már, majd meglátjuk a következményeket. Az valójában abból adódik, hogy az elmúlt 30 évben a hatalomgyakorlók rájöttek arra, hogy nem kell legitimitás. A legitimitás ugyanis arra épül, hogy hát ahhoz, hogy elfogadjanak, ahhoz azért valamit kell tennem, hogy azért a valóság legalább úgy nézzen ki, amit többé-kevésbé elfogadnak az alávetettek, de erre most már semmi szükség nincs. Tetszőleges, mesterséges, akármilyen pusztító, hamis hazugságok, de mesterséges valóságok legyártására nyílik lehetőség, és amit most, és akkor itt jutunk el a lényeghez, még pár perc azért hátra van,
De itt a lényeg, hogy ami most történik az Európai Unióban, egyébként Amerikában is ez történik, ahogy beszéltünk róla, tehát Trumpot azért kell kivégezni, mert ő veszélyesen megnyitotta azt a beszédteret, persze hebehúrnyán, zavarosan, sokszor követhetetlenül, de azért a dallamát mégiscsak megértette 73 millió amerikai szavazó, ami példátlanul nagy eredmény, hogy van ennyi amerikai, aki legalább a dallamát megértette, hogy itt valamit el kellene beszélni. Nem tudta Trump elbeszélni ezt. Az még messze van, hogy Amerikában olyan elnök lehessen, vagy elnök jelölt is, aki ezt valóban el tudja mesélni, és az amerikaiak is alkalmasak legyenek erre. De most azonnali hatállyal brutálisan, akár a legocsmányabb Fekete Afrikára, vagy banánköztársaságokra emlékeztető csalásokkal, de likvidálni kell Trumpot, pontosabban hát egyelőre nem a fizikai személyét, hanem azt a lehetőséget, hogy elbeszélhetővé váljanak a dolgok. Abszolút ugyanezt történik most az Európai Unióban is, és az egyre destruktívabbá váló Európai Parlament az a lándzsahegye ennek a folyamatnak, hiszen ő borította fel az alkut, az Európai Tanács, mint legfőbb döntéshozó testület, törvényhozó testület az Európai Unióban, az már elfogadott egy kompromisszumot, de az Európai Parlament nyomására ez a kompromisszum összeomlott, és az Európai Parlament az a lándzsahegy, a hamis valóság lándzsahegye, ami mindenáron el akarja fogadtatni politikai ávóként, jogállamvédelmi hatóságként, el akarja fogadtatni, hogy egy tökéletesen ellenőrizhetetlen és önkényesen alkalmazható globális média fegyver segítségével, mert ez történik, akármilyen mesterséges valóság valóságként legyen elfogadtatható. Vagyis, hogyha ők valakit figyelmeztetni, fegyelmezni és aztán megbüntetni akarnak, akkor mindig legyen egy olyan mesterséges valóságjártó rendszer, amely azonnal világossá teszi, hogy abszolút, hát lépnünk kell, hát ez szörnyű, hát az egyszerűen elviselhetetlen, ami ebben az országban, akár Magyarországon vagy Lengyelországban történik. Hát az szörnyű, hogy a migrációban, a klímaügyben, a homoszexualitás ügyében, és hát a legtöbb aberrált pusztító valóságot illetően nem azt fogadják el valóságnak, ami a valóság, az a hamis valóság természetesen, amit ők gyártatnak le a destruktív globális média mechanizmusokkal. Vagyis a tét megint abszolút ugyanaz, és persze megint nehéz helyzetben van az, aki ezt szeretné elbeszélni. Mert értelemszerűen az uralkodó valóság, az uralkodó valóságot ellenőrzésük alatt tartó, vagy a tetszőleges valóságok legyártásának egész folyamatát, gyártósorait, a kezünkben tartó erők értelemszerűen evidenciákra hivatkoznak, arra, hogy milyen gyönyörűséges is a jogállam, és mi csak egyszerűen csak annyit szeretnénk, hogy az szépen mindenki tartsa be, tehát gyönyörű le lehet festeni ezt a hamis valóságot, de mögötte valójában brutális fegyverként ott húzódik az az igény, hogy egyszer és mindenkorra eltöröljük a valóságos valóságot, és a helyére az általunk legyártott, hamis, mesterséges valóságokat helyezzük. Ugyanaz történik, befejezésül, hogy egy metaforával értelmezzem, mint a kisgömböszről szóló mesében, ahol minden fordítva van, egy mesterséges valóság mutatja magát valóságnak. És három pontra szeretném felhívni a figyelmet. Az első, amikor a jányt felküldi a padlatra, az anyja, hogy hozná le a kisgömböcöt, még hogy te akarsz engem megedni, inkább én kaplak be téged, mondja a kisgömböc. Figyelem, megjelenik a másság. És a normalitás annyira meg van döbbenve, hogy mire felocsúdik, addigra már be is kapta a kisgömböc, egy, hogy milyen ravaszul, és aztán milyen brutálisan jelenik meg a másság. Kettő, ezt követően mindenki tehetetlenül tűri, hogy a kisgömböc elnyelje, és itt öngerjesztő örvénylés, itt is fordítva működik minden,
Ha nagyon sokat eszünk, akkor eltelünk, a kisgömbös azonban minél többet zabál, annál éhesebb lesz, és ezért kell résen lenni. Most például mondjuk az Európa Parlament progresszív kezdeményezéseivel kapcsolatban. Tehát ez a harmadik pont, hogy elnyeléssel fenyegeti az egész világot, öngerjesztő örvénylésig, és a rajta múlik, ez meg is történik. És végül a harmadik, hát hogy a népmese a megoldással kapcsolatban is üzen, vesztére ez a kisgömböz a kiskanászt is elnyeli. És ugye hát kiskanász meg nincsen pudlibicska nélkül, és hogy is ugye ezt azért volt kisgömböc, nincs kisgömböc. Hogy aztán ennek az Európai Uniós kisgömböcös rémtörténetnek is hasonló lesz-e a lefutása, azt nem tudhatjuk, de hogy itt az írás a falon, Amerikában is, meg Európában is, hogy vagy engedjük, hogy a tetszőlegesen legyártott mesterséges hamis valóságok kisgömböce elnyeljen mindnyájunkat, vagy hát kiskanászként budlibicskástól összeszedjük minden tudásunkat, bátorságunkat és elszántságunkat, és bejelentjük, tiltakozom, vagyis vétó. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.